Ezeket próbálom eladni. Ebből lesz gyógyszer, oxigénpalánk, görcsoldó. Ha nem tudom majd eladni, akkor nem tudom, mi lesz. Az államtól én is, és a kisfiam is meghalhatnánk. Senki sem kérdezné meg, hogy hová lettünk. Mi lett velünk? Nem bírom ezt így tovább. Ha a kisfiam kórházba kerül, sajnos gyakran előfordul. Ne higgye, hogy én pihenhetek. A kórházban is nekem kell ápolnom, mert nincs olyan ember, aki folyamatosan segíteni tudjon. Oda is nekem kell bevinni a gyógyszereket a pálinkára, mert nekik nincs. És közben azon kell idegeskednem, hogy ne tartsák bent a gyereket 3 hónapig, mert akkor automatikusan megvonják az ápolási díjat. Nem tudom felfogni, hogyan lett az ország ilyen embertelen és szívtelen hely. Hogy senkit sem érdekel, holnap életben lesz-e még a gyermekem. Képviselő úr, kérem, csináljon valamit, mert nem fogjuk ezt sokáig bírni. Tudom, hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Itt az idézet vége. Ezt tették önök képviselő társaim, az ilyen sorsú emberek. Amit itt leírva is hallottak, hogy hogyan élik meg a mindennapjukat. Abban most bele sem megyek, hogy az 50 ezer forintos ápolási díjból hogyan lehet kifizetni a 60 ezer forintba kerülő gyógyszereket. Amit az otthonápolók ma csinálnak, az embertelenül nagy munka, mondhatnám nem is élet. Én ismerem ezt a kemény munkát, én bányás családban nőttem fel. Tudom, hogy mi az, de én nem cserélnék velük. És meg vagyok róla győződve, hogy önök sem cserélnének velük. Miért ágálnak ennyire az ellen, hogy ezeknek az embereknek 50 ezer forinttal több pénzt kapjanak most, kedves államtitkár úr? Szép szavak helyett. Most kell lépni, és nem pedig várni. Mi az abban olyan nagyon megterhelő ennek a sikertől harsogó kormánynak, ami ebben az országban működik? Mert hát mennyi pénzről is beszélünk összesen, kedves képviselőtársaim? Egy fél stadionnyi árról? Vagy arról, hogy valakinek a kezén egy luxus óra működik, és egyetlen családnak 10 évre megemelhetnék az ápolási díját? Nem a mostani tudnák kifizetni ebből, államtitkár úr, hanem az egészet tudnák ebből megfinanszírozni. Hol veszed ki önökből az ember, kedves képviselőtársaim? Hogyan lehet az, hogy ezek, ami most unottan telefonjukat nézegetik, nyomkodják, vagy nézik kétkedve, hogy miről beszélek? Kedves képviselőtársaim, nézzenek tükörbe, és azonnal cselekedjenek. Adják meg az otthonápolóknak azt, amit követelnek, vagy szégyeljék magukat örökre. Köszönöm szépen. Válaszadásra Réter Bence államtitkár úr, szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Abban semmilyen jó érzésű emberben nincsen vita, vagy nincsen kétség, hogy azok, akik valóban otthon ápolják akár a gyereküket, akár a hozzátartozójukat, emberfeletti erőfeszítéseket tesznek meg, azzal, hogy a gyermeküknek, szüleiknek, vagy bármilyen más hozzátartozójuknak könnyebbé, élhetőbbé tegyék a hétköznapjait. De ha már ön megemlítette a tükröt, tisztelt képviselő, ettől függetlenül hagyta csak önnek egy tükröt. Ön itt fölállt, és most érzelmesen szónokolt. De amikor ön 3 éven keresztül a gazdasági minisztériumnak az államtitkára volt, akkor egyetlen egy fillérrel, egyetlen egy ápolási díjat sem emeltek. Most ön itt nyilván úgy szónokol, amivel minden jó érzésű ember egyetért, hogy legyen emelés. Minél hamarabb, minél nagyobb arányú emelés legyen. Minél több segítséget nyújtsunk azoknak, akik otthon ápolják a gyereküket. De ha ön tükörről beszél, megnézte, hogy amikor saját maga ott volt, és az EU-s pénzekről is dönthetett, hogy milyen ön döntéseket hozott akkor, ami ezeknek az embereknek a javát szolgálta. Hogy a miniszterelnök erre használta a hatalmát, vagy arra, hogy nagyobb osztalékot vegyen ki a saját cégeiből, mert különböző állami vállalati kedvezményeket kapjon. Vagy felszólalt akkor, amikor Mátrai Márta képviselőtársunk 2004 környékén egy javaslatot nyújtott be, hogy emeljék ezeknek az embereknek a juttatásait 2004 környékén, 14 évvel ezelőtt. És akkor felszólalt, hogy azt a javaslatot támogatni kellene. Egyetértünk tartalmilag azzal, amit mond. El is fogom mondani, nyilván már többször elmondtam, ma is elismétlem önnek, hogy mennyi mindent teszünk is ennek érdekében. Tettünk és teszünk, és folytatni fogjuk a
pozitív intézkedés sorozatunkat ebben a kérdésben. De kérem, amikor föláll és megpróbál minket így egyfajta kioktató hangnemben számon kérni, azért gondoljon vissza a saját 3 éves államtitkárságára, és arra, hogy akkor 0 forinttal emelték ezeknek az embereknek a juttatásait. Mi viszont nem csak emeltük tételenként az alap és az emelt összegű ápolási díjat, hanem egy új kategóriát is bevezettünk, a kiemelt ápolási díjat, pontosan azért, hogy akik a legsúlyosabb helyzetben levő gyermeküket, hozzátartozókat ápolják, azoknak még magasabb összegi juttatás legyen. Persze, mindenki szeretné ezt emelni. Csak van, amikor befagynak ezek az összegek, amikor ön államtitkára a gazdasági minisztériumnak, és van, amikor növekednek. Van, amelyik kisebb, valamelyik nagyobb mértékben. Az alapápolási díj is 28.500-ről 32.600-ra nőtt, 37.000-ről 48.900-ra nőtt az emelt, és akik pedig a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolják, nekik 37.050 forintról 58.680 forintra emelkedett az ápolási díj. Valóban lehet ezen emelni, ebben nincs közöttünk, soha nem is volt semmifajta vita, de mégiscsak az elmúlt években 60%-kal növeltük ezt a tételt. És azt fogjuk folytatni, hogy a következő években is érezhető emelések legyenek. De ez nem egy most elkezdett intézkedés sorozat, tisztelt képviselő, hanem évek óta zajló, és éppen ezért a nehéz helyzetben levőknek már 60%-os emelést eddig produkált. Az ön 0%-ával áll szemben az elmúlt évek 60%-os emelése. És kérem, nyugtassa meg, vagy legalábbis nyilván megnyugtatni nem tudja, de tájékoztassa azt, aki önnek ezt a levelet írta, hogy pontosan azért, hogy aki a beteg gyermekét otthon ápolja, és ezért nem tud dolgozni. Nekik vezettük be azt az 50.000 forintos többletet, amelynél nyilván mindig lehetne több, csak hogy még ezt az 50.000 forintot is mi vezettük be, amit a nyugdíjához kiegészítésként azért kap, mert nyilván a nyugdíjat eredményező jövedelme alacsonyabb mértékű, mint hogyha nem gyermekápolással töltene napi 24 órát, nem dolgozna napi 8 órát, és ezért vezettük be ezt a többlet 50.000 forintot. Önök is bevezethették volna 2004-ben is, amikor Mátré Márta képviselőtársam javasolta itt a parlamentben, vagy amikor ön 3 éven keresztül a gazdasági tárca államtitkára volt. És nyugdíjjogosultságot is szereznek, a szolgálati időbe is beleszámít, és egészségügyi szolgáltatásra is jogosultak ezek az emberek, akik tényleg emberfeletti munkával a hozzátartozójukat ápolják. Szeretnénk ezt emelni, tisztelt képviselő, tisztában vagyunk mindnyájan ezzel az élethelyzettel. Ön is találkozott velük, én is találkoztam velük, ön is egyeztetett velük, én is egyeztettem velük, és nem csak én, hanem a minisztériumunk más államtitkára is, más tisztségviselő is. Az önök által említetteken kívül az Autisták Országos Szövetségével, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségével, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, valamint a Siketfogók Országos Szövetségének a képviselőivel, és ők másfajta hangnemben távoztak, mint amit ön itt most előadott. Ők azt mondták, hogy valódi megoldásra törekvő konstruktív egyeztetések zajlanak. A kormány következő hetekben ezt az előteresztést meg fogja tárgyalni, döntést fog róla hozni. Erről még az ősz folyamán minden érintett tájékoztatást fog kapni, értesülni fog róla, és januártól ennek fényében tovább emelkednek az ápolási díjak. Köszönöm szépen. Napi rendelőtti felszólásra jelentkezett az MSZP részéről Kóros Lajos, az idősek tisztelete címmel. Képviselő úr, jön szó. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim. Az idősek világnapján innen a ház falai közül is köszöntenünk kell idős honfitársainkat. Mintegy 2,6 millió emberről beszélünk, közel a társadalom egyharmadáról. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok nyugdíjas honfitársunk borzalmasan rossz körülmények között él, alacsonyak a jövedelmek, alacsonyak a nyugdíjak. Körülbelül 600 ezer ember a nyugdíjasok társadalmából, akinek a nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot. És azt is pontosan tudjuk, hogy immáron 9. éve az öregségi legkisebb nyugdíj összege egy jottányit sem mozdult el. Egy szociológiai felmérés éppen azt demonstrálta a közelmúltban, hogy a nyugdíjas létminimum, az egyszemélyes nyugdíjas háztartás létminima meghaladja a 80 ezer forintot. Itt meg kell, hogy jegyezzem, ezt a vizsgálatot és ezt a mérést civil szervezetek végzik, ugyanis 3. éve, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, amit én egyébként stílszerűen csak Kormányzati Statisztikai Hivatalnak szoktam hívni, nem végzi el ezeket a számításokat. Egy másik felmérés pedig azt mutatja, kedves képviselőtársaim, amikor megkérdezték a nyugdíjasokat,
hogy véleményünk szerint mekkora az a nyugdíj, amelyből kényelmesen meg tudnának élni, akkor rendszerint a 240 ezer forintot említették, és amikor azt kérdezték meg, hogy melyik az a legkisebb nyugdíj, amelyből még emberhez méltó életet lehet élni, akkor pedig azt mondták, hogy ez a 100 ezer forint. Ugye meglehetősen nagy a differencia, 28.500 forintos öregségi legkisebb nyugdíj, illetve a 600 ezer embernek a 100 ezer forintnál is kisebb nyugdíja és a nyugdíjas létminimum között. Többször említettem már különböző parlamenti műfajban azokat az intézkedéseket, amelyeket a önök kormánya a két ciklus alatt meghozott. Eltörölték a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, ezzel megszüntették a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjat, és nincs ember szerintem Magyarországon, függetlenül attól, hogy melyik padsorban ül a parlamentben, aki meg tudná magyarázni annak az embernek, akinek több mint 45 év ledolgozott ideje van, hogy mégsem tud nyugdíjba menni. Igaz, hogy bőven elmúlt 60 éves, de mindig emelkedik, ugye fél évet emelkedik évente a nyugdíjkorhatár, és nem tud elmenni nyugdíjba csupán csak azért, mert a kormány intézkedése következtében ma nincs sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem korkedvezményes nyugdíj, sem korengedményes nyugdíj, nincs csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj. Ezen túlmenően a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíjat megszüntették. Kérem szépen, Európában, de a civilizált világban sincs egyetlen egy olyan ország sem, ahol ne lenne valamilyen rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, magyarul biztosítási jogviszony. És egyoldalúan kizárólag a nőknek tették lehetővé azt, hogy 40 év jogosultsági idővel, hogyha úgy döntenek, elmehessenek nyugdíjba, és a férfiaknak minden lehetőséget eltöröltek ezzel a rugalmas nyugdíjba vonulási lehetőség megszüntetésével. Kedves képviselőtársaim, tisztelt ház! Csak ebben a kormányzati ciklusban, ugye áprilisban voltak a választások, 21 indítványt nyújtottam be arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne segíteni az idősek, a rászorultak, a nyugdíjasok és a rokkantak helyzetén. És valamennyi alkalommal, rendszerint ezek írásbeli választigénylő kérdések voltak, semmit mondó válaszokat kaptam. Szeretnék ebből idézni. A társadalom biztosítási nyugdíjrendszerben minden módosítás kedvezmény bevezetését hosszú előkészítő munka előzi meg, tekintettel az érintettek létszámára, a több évtizedre szóló hatásokra, mindezek pénzügyi fedezetére. Most kérem szépen, én ezt úgy értem, mert beszélek magyarul. A kapott információkat is tudom dekódolni. De kérem szépen, ebből mondják meg nekem, hogy a fenébe lesz ebből a 28.500 forintból egy magasabb öregségi nyugdíj. Mert azt értem én, hogy itt számolni kell. Nem is felelőtlen döntéseket várok a kormánytól. De az mégsem járja, hogy az egyik oldalon lehetővé teszik például a több millió forintos nyugdíjak meglétét és kifizetését, a másik oldalon pedig 600 ezer embernek a nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot. Ehhez nem kell fejszámolónak lenni, hogy kérem szépen, amelyeket az egyik rovaton meg lehet takarítani, és akkor még az úgynevezett nyugdíjkasszához hozzá sem kell igazából érdemben nyúlni. Lehetne finanszírozni az alul lévőknek a nyugdíját. Nem véletlen, hogy a nyugdíjas szervezetek most már évek óta követelik a vegyes indexálásnak a visszaállítását, egy nyugdíjkorrekciós programot, és mindenek előtt a milliós nyugdíjak megszüntetését. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ismét Rétvári Benszám, kerülé a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ön is valami hasonló tudathasadásos állapotban lehet, mint Varjú László képviselőtársa, hiszen itt népszerinti szavazás volt ebben a teremben, itt a parlamentben arról, hogy ki akarja elvenni a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjokat, és ki nem. És ön bizony abba a frakcióba tartozik, amelynek a tagjai egyenként felálltak itt a parlamentben 2008 táján, és egyenként úgy szavaztak, hogy igen, minden magyar nyugdíjastól vegyenek el egyhavi nyugdíjat. Erre példa Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt, hogy valakik külföldi tanácsadóknak az utasítását követve a magyar nyugdíjasoktól elveszik egyhavi jövedelmüket, és ezzel akarnak megfelelni a valódi gazdáik, a külföldi befektetők, pénzemberek, politikusok irányába. Tisztelt képviselő, ezt önöknek a nyugdíjasok sohasem fogják elfelejteni. És ön bármilyen szép szónoklatot elmondhat itt a parlamentben, vagy bármelyik másik képviselőtársa, bizony tényleg
önök azon a szégyenpadon ülnek, egyetlen egy kormányként, szocialista politikusok és egykori szabaddemokrata tettes társaik, akik elvettek a nyugdíjasoktól, akik csökkentették a nyugdíjasoknak, nem hogy elinflálták a nyugdíjaknak az értékét, elvettek, tételesen elvettek a nyugdíjakból. Ehhez képest mi 2010 óta összességében 23%-kal emeltük a nyugdíjakat, amiket, hogyha a nyugdíjas vásárló kosárhoz hasonlítok, akkor egy közel 10%-os valódi reálérték emelkedést jelent. Ma volt az idősek tanácsának az ülése, bizonyára ön is olvasta a híreket ezzel kapcsolatban, tisztelt képviselő, ahol megerősítésre került az, hogy szerencsére ma már teljesít olyan jól a magyar gazdaság, hogy nem csak a fizetések, a bérek tudnak nőni, 2010 óta az, hogy összességében 51%-kal nőttek a fizetések Magyarországon, nem csak az adók tudnak csökkenni a cseli típusú adókedvezmény következtében, hanem ebből a többletből most már a nyugdíjasok is tudnak részesülni, nem csak a bérek nőnek érezhető mértékben, hanem a nyugdíjasok is ennek a növekedésnek egy részét nyugdíjprémium formájában megkaphatják. Ez idén novemberre várható, ahogy ez a tavalyi évben is megtörtént, és mivel magasabb gazdasági növekedéssel számolunk, ezért az is lehetséges, hogy akár idén magasabb is legyen a nyugdíjprémium, mint a tavalyi évben. Ez egy jó hír, ennek érdemes mindnyájunknak örülni. Már csak azért is, mert ha az összegeket nézem, amikor kifizettük 2017 novemberében első alkalommal a nyugdíjprémiókat Magyarországon, soha semmelyik kormány korábban nyugdíjprémiót nem fizetett Magyarországon, csak a Fidesz és a KDNP, és nem azért, mert egész egyszerűen egy ilyen döntést hoztunk, hanem azért, mert a gazdaságnak most már van olyan teljesítménye, amivel többletet kaphatnak a nyugdíjasok. Lehet, hogy ezen a 10.000 forintos, vagy pár ezer forintos, vagy több mint 10.000 forintos összegen nevetnek a szocialista képviselőtársaink, de bizony a nyugdíjasok számára ez fontos, hogy nyugdíjprémiumot most már a második évben is meg tudnak kapni. Tavaly ennek az összege összesen 24 milliárd forint volt, emellett 2016 és 2017 karácsony is tudtunk a gazdaság teljesítménynek következtében Erzsébet utalványt adni a nyugdíjasoknak, ezt 18 húsvéten is meg tudtuk ismételni, ez 2,7 millió főnek összesen 81 milliárd forintos többletet jelent. Önök, amikor spórolni akartak a nyugdíjasokon, és 2,2 millió embertől elvettek egy havi nyugdíjat, akkor 82 milliárd forintot húztak ki a nyugdíjasok zsebéből. Csak a nyugdíjprémium, a nyugdíjkiegészítések és az Erzsébet utalvány, ez összesen 129 milliárd forint, tehát jóval több, és ehhez számítsák hozzá a 9,5%-os vásárlóérték növekedését a nyugdíjaknak. Képviselő, ha önök az idősekre olyan nagy figyelemmel lennének, akkor miért nem szavazták meg a nők 40-et itt a parlamentben? Egy egyszerű gombnyomással bizonyíthatták volna, hogy szembefordulnak akár korábbi önmagukkal, és nem csak elvenni tudnak a nyugdíjasoknak, hanem adni is. 229 ezer nő vette ezt igénybe azóta, ezt a nagymama nyugdíjat, és tud segíteni a családnak, akár az unokáknak a gondozásában. Önök ezt nem tették meg. Amikor azt kiabálja be, hogy szégyen, akkor valószínűleg a képviselőtársainak kiabálja be, hogy ilyen döntést hoztak ezelőtt 8 évvel, hogy még azt se tudták támogatni itt a parlamentben, hogy 40 év után a nők nyugdíjba menjenek, és a családdal, az unokákkal tudjanak foglalkozni. És hogyha a havi átlag nyugdíjaknak az összegét nézzük, ott is érezhető a különbség akkor, hogyha hozzátesszük a különböző egyéb jutatásokat, ezért is az önszámításai nyilván csalókák, hiszen sem az özvegyi nyugdíjat, sem az egyéb nyugdíjprémium és egyéb jogosultságokat vagy jutatásokat nem veszi figyelembe. És azt se vette figyelembe, hogy könnyebb már a megélhetés is egy idős ember vagy egy idős házaspár számára a rezsicsökkentésnek köszönhetően, azt se vette figyelembe, hogy az Erzsébet program keretében 260 ezer nyugdíjasnak tudtunk üdülési, pihenési, fürdőzési lehetőséget kínálni, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden pozitívum történt. Köszönöm szépen. A következő napirendre jutti felszólást mellett a más képviselő a Párbeszéd frakciójának tagja fogja elmondani aktuális ügyekről. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! A századvég sztoriról szeretnék néhány szót ejteni. Mint ismeretes, a századvég 88. száma elkészült, ennek nyomdakész változata is létrejött, aztán mégsem került kinyomtatásra, hanem kukába rakták. Az elektronikus változat pedig nagyon rövid ideig ugyan, de fent volt a világhálón, aztán utána levették a világhálóról. A szerkesztő bizottságot pedig teljes egészében átalakították, feloszlatták a korábbi szerkesztő bizottságot, és egy új szerkesztő bizottság alakult meg. Miért érdekes ez a hír?
Ugye nyilvánvalóan azért érdekes, mert a századik nem egy közönséges folyóirat, hanem a kormány ideológiai lapja. A korábbi szerkesztőbizottságokban olyan emberek szerepeltek, mint Orbán Viktor miniszterelnök úr, illetve Kövér László házelnök úr is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy igen fontos kérdés, hogy vajon mi is történik a századvég környékén. És ez a lépés egyébként nagyon beleillik abba a sorba, hogy a konzervatív sajtóval úgy tűnik, hogy elindult a leszámolás, hiszen ugye megszűnt a Magyar Nemzet, a Heti Válasz, átalakították a Mandinet, hogy csak egy-kettőt említsek most a nemrég múltból, és hát meglátjuk majd még, hogy mi fog ezek után is következni. Mi ütötte ki a biztosítékot kormánypárti körökbe, hogy a századvégnél ez a történet végbe mehetett. Ez a 88-as szám, ez a járadékról szól, a járadéknak a különböző formáiról, amely közül ugye a legfontosabb talán az, hogy ha monopol pozícióba kerül valaki, akkor járadékot tud realizálni, és ugyancsak, hogyha a politika rátelepszik a piacra, akkor szintén járadékszerű jövedelmek képződhetnek szemben a normál profittal. És természetesen persze a korrupció is egy ilyen járadék típusú dolog. Ezekről a kérdésekről értekezett ebben a számban Mihály Péter és Szelényi Iván, ők írták az első nyitó tanulmányt, valamint Bot Péter Ákos is. A információk szerint ez a két tanulmány volt, amelyet a kormányzati körök nem nagyon tudtak tolerálni, és ezért léptek közbe a történetbe. Szelényi Iván egyébként nagyon büszke lehet magára, hiszen ő megérte azt hosszú élete során, hogy a kommunista rendszerbe is betiltották, és most is betiltották a tanulmányát. Természetesen persze magyar sajátosság az, hogy miközben ezt a lapszámot betiltották, ugyanakkor pedig részesen terjed, és rengeteg letöltést lehet látni, mert hogy ugye mégiscsak valahogy át tudták játszani a bürokráciát, és szamizdatként terjed. Ebből következik persze az is egyébként, hogy egyre többen és többen olvassák el, ami egyébként örömteli dolog lehet, hiszen így legalább eléri a dolog a célját. De nekem, mint öreg embernek, déjà vu érzésem van, hiszen ilyet mi már láttunk korábban is, 1984-ben például a Mozgóvilág egy számát bezúzták, és a Kulincz Ferenc által vezetett szerkesztőbizottságot menesztették, és helyette párthű katonákkal töltötték ezt föl. Kérdezem én, hogy tulajdonképpen akkor most mi történik itt? Tessenek már nekem ezt megmondani, mert azt megtanultuk a történelemből, hogy a bolsevik forradalom felfalja a gyermekeit. De vajon a fülkeforradalom is felfalja a gyermekeit? Köszönöm szépen. Válaszadás, hogy Cseresnyés Péter államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Nem tudom, hogy jó helyre címezte és jó helyen mondta el ezt a felszólalását, mert talán a szerkesztőségnek kellett volna ezt megszövegezni és megkérdezni, hogy mi történt. De hát úgy látszik, ön már a múlt alkalommal is az egyik felszólalásában némi nosztalgiával viselkedett. Képviselő asszony, önnek nem adtam még egyelőre szót, és hogy így folytatjam is fogok. Rendszer iránt, és most is legyen talán ebben az irányba elmozdulva fogalmazta meg. Államtitkár úr, egy kis türelmet kérnék szépen. Eddig méltányoltam az ellenzéki képviselőknek visszafogottságát, hogy viszonylag keveset kiabáltak be. Nem szeretném, hogyha elharapózna ennek örvén a bekiabálás. Képviselő azt, hogy majd ha szót kap, akkor mikrofont is kap mellé, hagyja, hogy államtitkár úr válaszoljon. Ha szabad, kérnem. Hát ön csak tudja. Parancsol, államtitkár úr. Államtitkár úr, parancsol. Köszönöm szépen. Óvatosan próbálok fogalmazni, és én kettős idézőjelbe tenném tolvaj kiált tolvajt, ahogy itt elhangzott az MSZP-s padsorokból. Tehát úgy látszik, hogy bizonyos nosztalgiával él képviselő úr a Kádár rendszer iránt, de hát tudomásul kell vennie,
hogy sajtószabadság van, minden cikket, minden egyes tanulmányt, minden egyes olyan összegzést, ami megfogalmazódik tudósok, újságírók, vagy éppen közélettel foglalkozó emberek tollából, az szabadon kiadhatja egy szerkesztőbizottság, vagy pedig azt mondhatja rá, hogy ezzel ők nem foglalkoznak. De ma Magyarországon sajtószabadság van, minden folyóirat szabadon dönti ezt el, hogy adminisztratív, jogi, gazdasági korlátozásoktól mentesen működik. Önök bizonyították azt, pontosabban képviselő úr bizonyította a felszólalásába, hogy a jelzett tanulmány olvasható, tehát hozzáférhető, nem tiltotta senki se le. Úgy látszik, hogy valami probléma van az önök gondolkodásával. Nálunk ugyanis nincsenek kimondatlan kérdések, és nincsenek olyan problémák, tabu témák, amelyet nem ismerhetne meg senki sem, aki tájékozódni akar, például akár az illegális bevándorlás ügyeivel kapcsolatban, ahol önök teljesen más véleményt fogalmaznak meg, mint a magyar emberek többsége, ahol közel 90%-nyi magyar polgár azt mondja, hogy nincs szükség ide az országba behozni illegális bevándorlókat. Az önök csoportosulása a Párbeszédben kiáll emellett és harsányan hirdeti, hogy ezekre az emberekre Európának és a magyar társadalomnak szüksége van. Erről kellene beszélni, képviselő úr, és szembenézni a magyar polgárokkal, elmondani nekik azt, hogy önök pontosan ő ellenük, az ő akaratuk ellen tesznek. De hát azért Mellár Tamástól szokatlan ez a hangvétel, hogy vitába száll a századvég folyóirat mögött álló értelmiségi körrel. Talán csak nem azért teszi ezt, és nem azért kritizálja a szerkesztőségnek, a szerkesztő bizottságnak a munkáját, mert köztudott, hogy ön nem elfogulatlan a századvéggel. Nem elfogulatlan, hiszen még pert is veszített annak idején a századvéggel szemben. Ön ugyanis valótlanságot állított, ezzel megsértette a századvég gazdaságkutató ZRT jó hírnevét, és elnézést kellett kérnie, hangsúlyozom, elnézést kellett kérnie a századvég gazdaságkutató ZRT-től. Csak nem emiatt mondta ezt a felszólását képviselő úr, keresve az alkalmat, hogy mikor vághat vissza a közvélemény előtt, és mondhat megint valótlanságokat, vagy híreztethet olyan sejtetéseket, aminek semmiféle valóság alapja van. Úgy látszik, hogy az ön magánvitáját a közélet szintjére akarta, a közbeszéd szintjére akarta felemelni. Nem először fordult el egyébként az önök csoportosulásába ez, de hát ezt már megszoktuk. A legközelebb időszakban is természetesen így kezeljük az önök felszólásait. És képviselő úr, talán még egy személyes megjegyzés. Ha ön konzervatívnak tartja önmagát, magyarázza már meg, hogy mit keres egy szélső baloldali csoportosulásban a parlamentben. Köszönöm szépen a figyelmet. A Jobbik frakció részéről Schneider Tamás képviselő úr kért szót. Mennyit ér egy ledolgozott élet? Parancsoljon, képviselő úr. Schneider Tamás képviselő úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az idősek világnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm szüleim és nagyszüleim korosztályát. Azokat a generációkat, amelynek tagjai voltak azok, akik két kézzel felépítették hazánkat. Ma ők már nyugdíjasok, akik ledolgozott éveik után méltán várják el, hogy megfelelő anyagi körülmények között nyugodt, békés életet élhessenek. Ez a jogos elvárás azonban sokszor elmarad a valóságtól. A nyugdíjas társadalom egyharmada létminimum alatt él, és közel fele szegénynek tekinthető. Egy ilyen helyzetben egy gondoskodó állam számtalan intézkedést tesz az idősek életének javításáért. De sajnos Magyarország ebből a szempontból 2008 óta semmiképp sem nevezhető gondoskodó államnak. Ekkor kezdődött az idősek és a nyugdíjasok helyzetének romlása. Mint ismert, a szocialista párt alatt a 13. havi nyugdíj elvételével, a nyugdíjkorhatár emelésével kezdődött ez a történet. Mindez folytatódott a jelenlegi kormány alatt a 3000 milliárd forintos magánnyugdíjbiztosítási vagyon elvételével, a szolgálati és korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével. Sorra lehetne
felsorolni azokat az intézkedéseket, amelyek kedvezőtlenül érintették a mai időseket, a nyugdíjas társadalmat. Ugyanis a nyugdíjak vásárlóértéke egyre inkább csökken, és egyáltalán nem tud lépést tartani a bérek növekedésével. Közismert, hogy ma Magyarországon az általános inflációhoz kötött nyugdíjemelés létezik. A nyugdíjak folyamatos értékvesztése azért zajlik, mert eleve a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számított infláció kellene, hogy alapja legyen a nyugdíjemelésnek. Ezért rengetegen részesülnek olyan megalázó alacsony nyugellátásban, mi az alapvető megélhetés sem teszik lehetővé. Mindeközben a szakadék egyre nő, az emelések mértékét csak a luxus nyugdíjban részesülők érezhetik meg. 3%-os emelés 60 ezer forintos nyugdíj esetében 1800 forintot jelent. Egy 1 milliós juttatás esetében 30 ezer forintot. A Jobbik ezért elengedhetetlennek tartja a kis és közepes nyugdíjban részesülők kedvező, differenciált nyugdíj emelését. Ezzel rövid távon el kell élni, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj ne lehessen 50 ezer forintnál kevesebb. Határozott véleményünk szerint a bérektől való leszakadás megszüntetése hosszabb távon a magyar indexálással érhető el. Ennek lényege, hogy a nyugdíjemelés mértékét egyrészt a nyugdíjasok által fogyasztott termékek árnövekedése, másrészt a reálbérek együttese határozná meg. Tisztelt Ház! A Jobbik régi követelése, hogy a tisztességesen felnevelt, tanítatott gyermekek után nyugdíjkiegészítés járjon. Ez egy fontos igazságtalanságot orvosolna. A megbecsülést jelentené azok számára, akik vállalják a gyermeknevelés nehézségeit. Ezen felül a társadalmi szemléletváltozásnak is fontos eleme lenne. Tisztelt Ház! Vannak munkakörök, melyek annyira megterhelőek, hogy azok sem tudják elvégezni már közel 60 évesen, akik mindezt el szeretnék végezni. Kilátásra helyzetbe kerül rengeteg olyan magyar munkavállaló, aki 55-60 éves korában veszíti el a munkahelyét. A Jobbik ezért tartja fontosnak, hogy a férfiak számára is legyen lehetőség nyugdíjba vonulni 40 év munka után. A család egységét is erősíteni, ha a férfiak 40 ledolgozott év után feleségükkel együtt élvezhetnék a nyugdíjat, és többet foglalkozhatnának unokáikkal. Végezetül az időseknek biztonságra van szükségük. A jelzőrendszer segítségnyújtást modernizálni kell. Elérhetővé kell válni a mindenki számára. Elengedhetetlen az ápolási díj emelése és a szociális szférában dolgozók bérének az emelése. Az idős otthonba költözőknek méltó elhelyezésre van szükségük. Azonnal el kell indítani egy idős otthon építési és bővítési programot, hiszen jelenleg is több mint 28 ezeren várnak arra, hogy bentlakásos idősellátásban részesülhessenek. Jelenleg a kormányzat az uniós átlagnál jóval alacsonyabb összegeket költ a nyugdíjakra. Míg az uniós átlag a GDP 11%-át teszi ki, Magyarországon ez már csak 9%, és jövőre mindössze 8,5% lesz. Van tehát elmaradása a magyar államnak, amit minél hamarabb pótolni kell. Az idősek világnapja alkalmából erre hívjuk fel a figyelmet. Köszönöm, elnök úr! Ismét Rétvári Bencánkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Önnél a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem a szülők, édesanyák és édesapák tisztelete első, mert itt a parlament az ön szájából kicsit furcsán hangzik, de ettől függetlenül nekünk mindnyájunknak meg kell becsülnünk azokat az embereket valóban, akik a vállukon vitték az országnak a terheit, éveken, évtizedeken keresztül egy háború után újjáépítették őket, és nem csak szavakban, de tettekben is meg kell nyilvánuljon. De a szavakból is jobb, hogyha őszinte szavakban nyilvánul meg, nem válik ketté a gyakorlat és a szavak itt a parlamentben. Azért emlékeztetnék arra, hogy önnek is volt egy őszintesség rohama Szekszárdon korábban, amit egy hangfelvétel tudott bizonyítani, amin ön is kifejti, hogy kedves, aranyos gyereknek kell itt a parlamentben a jobbikos képviselőknek látszani. Ön is szívesebben lenne radikális, mint a betyársereg, de hát amit a betyársereg megtehet, azt ön itt sajnos a parlamentben nem teheti meg. Amikor ön itt mindig föláll és megpróbál, a saját szavait idézem, kedves, aranyos gyereknek látszani, mint politikusként, mint emberként, akkor mindig azért visszaemlékezhetünk arra, hogy ön ezt egyfajta felvett póznak tartja,
egyfajta politikai haszonlesésnek tartja, ezt szavazatszerzési lehetőségnek tartja, mert erről beszélt itt évekkel ezelőtt Szekszárdon is, hogy ez a Jobbik stílusváltásának egy fontos eleme. De amikor itt a parlamentben esetleg döntésekkel, szavazatokkal is ki lehetne állni az idősek mellett, önök ezt egyszer sem tették meg. Nem tették meg akkor, amikor a nők 40 bevezetésénél igennel szavazhattak volna erre a felvetésre. Nem szavazták meg, az egész Jobbik nem szavazta meg, és láthatóan a lelkiismeretüket ez még most is furdalja 8 évvel a rossz döntésük után. Amikor a nyugdíjasok számára is előnyös áfacsökkentéseket itt meg kellett volna szavazni a parlamentben, hogy mégiscsak az alapvető élelmiszereknek az áfája csökkenjen, önök ezt nem szavazták meg itt a parlamentben. Amikor költségvetési forrást kellett volna mondjuk az Egészséges Budapest programra megszavazni, hogy Budapesten és Pest megyében épüljenek új korszerűbb kórházak, újítsuk fel a régieket, amely az itt élő idősek számára egy nagyon fontos kérés lett volna, önök ezt itt a parlamentben nem szavazták meg, ezeket a kormányzati javaslatokat nem támogatták, és még sorolhatnám, ön a Magyar Szocialista Pártnak a nyugdíjemelési javaslatát úgy látom nagyon magáévá tette, még Kóros Lajos képviselőtársunk sem emlegette föl, bár most már nincsen itt, hogy nekik volt korábban egy nyugdíjemelési számítás módosításra javaslatuk, amelyet az MSZP magáévá tett, már a Jobbik magáévá tett, az MSZP ugyan már nem hozta elő, de a Jobbik előhozta ezt a szocialista javaslatot. Kicsit 15. kereti deja vu érzése van az embernek ilyenkor. Nos, tehát önöknek ez a javaslata a magyar nyugdíjasok zsebéből átlagosan 2011 és 2016 között, pontosan ez a szocialista javaslat, amit most a Jobbik kér számon a kormányon, átlagosan havonta 4090 forintot húzott volna ki, azaz éves szinten 49.080 forinttal rövidítette volna meg a nyugdíjasokat ez a javaslat. A szocialisták úgy látszik már elvetették, önök felmelegítették, lehet, hogy még lesznek ilyen csereszavatos árucikkek a Jobbik és a baloldal között, mint hogy ebben a kampányban, erre a kampányban is láttunk nem egy példát. Azt fontosnak tartom a mai napon, az idősek tanácsa ülése után, amiről ma már itt beszéltünk is, hogy az idei évben is teljesít úgy a magyar gazdaság, a kormány jó gazdaságpolitikájának is a következtében, és a magyar emberek szorgalmának a következtében, hogy nyugdíjprémiumot tudunk fizetni. Tudják, amikor elfogadta az országgyűlés azokat a javaslatokat, amelyek a gazdaságot élénkítették, és amelyeknek a következményében most nyugdíjprémiumot tudunk fizetni az idős embereknek, akkor önök azt mondták ezekre a javaslatokra, hogy egyenként és összességében sem támogatják őket, mert fél év múlva össze fog omlani tőlük a magyar gazdaság. Nemhogy nem omlott össze, nemhogy szinten maradt, nemhogy bővült, hanem olyan mértékben bővült, hogy még nyugdíjprémiumra is sok-sok 10 milliárd forintnyi többletet tudtunk betenni az idejévi költségvetésbe is, és ezt az év végén a nyugdíjasoknak oda is fogjuk tudni adni. Ha önökön múlt volna, nem csak nők 40 nem lenne, nem csak rezsicsökkentés nem lenne, nem csak Erzsébet program nem lenne, hanem bizony a nyugdíjprémium fedezete sem lenne ott, hanem lehet, hogy önök is a londoni befektetők és az IMF tanácsadóknak a javaslatait keresgélnék, hogy hol mit szorítsanak meg a nyugdíjasok számára is fájó módon. Ahogy említettem már korábban, Fidesz-KDNP kormány döntései értelmében Erzsébet utalványt is kaphattak már 3 ízben a magyar nyugdíjasok, ami a mi általunk őszintén is érzett tiszteletnek egy konkrét megnyilvánulása volt. Ugyanígy a nyugdíjprémium tavalyi 24 milliárd forintos összege, ami idén több 10 milliárd forint lesz szintén, a nyugdíjkiegészítés és még sorolhatóan a többi intézkedés a nyugdíjemeléssel együtt. Köszönöm szépen! Szintén napirendeleti felszólalásra jelentkezett az LMP képviselője Csárdi Antal. Százezrek várják, hogy az országgyűlés megoldja a problémáikat címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Évekkel vagyunk azután, hogy a magyar parlament a végtörlesztésről döntött, és évek teltek el azóta, hogy a devizahiteleket forintosították. És mégis ma a devizahitelezésnek a következtében körülbelül 200 000 végrehajtás van folyamatban a devizahitelek kapcsán. Csak ebben az évben, hogyha megnézzük a kilapoltatások számát, akkor ki lehet jelenteni, hogy ebben az ütemben a ciklus végéig több mint 10 000 család lesz kilapoltatva. Ez kb. 30-40 000 embert érint, ami
azt jelenti, mint a Cegléd teljes lakosságát Csecsemőtől az Aggastyánig, vagy Pápa teljes lakosságát Csecsemőtől az Aggastyánig az utcára tennék. És én azt gondolom, hogy a múlt héten, szeptember végén egy nagyon fontos előrelépés történt az ügyben. Az Európai Bíróság szeptember 20-ai C51/27-es döntésében egy olyan döntést hozott, ami egyértelművé teszi azt a kötelezettségét a magyar törvényalkotásnak, az egész országgyűlésnek, egyértelművé teszi, hogy itt most újra kell nyitni a devizahiteles szerződéseknek az ügyét. Engedjék meg, hogy idézzek néhány mondatot ebből a döntésből. Az árfolyam kockázattal kapcsolatos feltételeknek nem csak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánosan tájékoztatott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem tudnia kell értékelni a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt hatását, és az erre vonatkozó gazdasági következményeket is. Na most, tisztelt ház, aki látott életében devizahitelt szerződést, az pontosan tudja, hogy ilyen szerződés Magyarországon nincs. Nincs olyan szerződés ma Magyarországon a devizahiteles ügyletekben, amelyik pontosan átélhető módon bemutatta volna a fogyasztó, tehát az adós számára milyen gazdasági következményekkel jár annak a kockázata, hogy ő devizában vett fel adósságot. És azt gondolom, hogy itt lép be a magyar parlamentnek a felelőssége, a magyar kormány felelőssége, mert most újra van egy lehetőség a kezünkben. Újra van egy lehetőség a kezünkben, hogy meghalva a bírósági döntést, könnyítsünk a magyar adósoknak a helyzetén, hogy ne kelljen egyenként bírósághoz fordulniuk. Azt gondolom, hogy felelősségünk, hogy azt a több mint 200 ezer adóst, akinek csak azért, mert igazságtalan módon tájékoztatás nélkül rájuk lett tolva a teljes felelősség, a teljes kockázat, hogy segítsünk rajtuk. És bizony ez egy költői kérdés, hogy ismeri-e a magyar kormány ezt az Európai Bírósági ítéletet, és sokkal nagyobb kérdés az, hogy ennek ismeretében kíván-e valamit tenni azoknak a devizahiteleseknek a megsegítésének az érdekében, akik ma minden este úgy fekszenek le aludni, hogy nem tudják, hogy holnap nem kapnak-e levelet a kilakoltatásról. Tisztelt ház, tisztelt kormánypárti képviselők, tisztelt kormány, nagyon fontos ügyről van szó, nem politikairól, és nagyon remélem, hogy a kapott válaszba nem az elmúlt 8 évezésnek különböző módjait fogom válaszul hallani. Köszönöm szépen. Biztosítani afelől, hogy a kormány miképp eddig is minden lehetőséget megvizsgál a tekintetben, hogy hogyan tud segítséget nyújtani a hiteleseknek. De azt azért önnek is érdemes látnia, hogy amikor ilyen összetett kérdésről beszélünk, mint a lakhatás, mint a hitelek kérdése, akkor egyáltalán nem hagyhatjuk azt figyelmen kívül, hogy milyen helyzetből indultunk. Ön erről egyáltalán nem beszélt. Mert ez a kormány volt az, amelyik tucatnyi intézkedéssel próbálta azt elérni, hogy végleg elszakadjunk a devizahitelek rémséges korszakától. És ön is nagyon jól tudja, hogy azok idejében növekedett százszorosára a devizahitelek mértéke, akikhez az ön pártja csatlakozott. És ez a kormány volt az, amelyik először hirdetett kilakoltatási moratóriumot, bevezette az árfolyamgátat, és bevezette egyébként a végtörlesztést is. 2014-ben jöttek az újabb intézkedések, például a forintosítás, amely 3600 milliárd forint értékű hitelt érintett. Csak ezzel
körülbelül 500 ezer család került jobb helyzetbe. Ezután került sor a banki elszámoltatásra, amelynek köszönhetően az emberek visszakaphatták azt a pénzt, amit a bankok tisztességtelenül vettek el tőlük. A törlesztők átlagosan 25-30%-kal csökkenhettek, ön ezekről nem beszélt. Az, hogy ezek jó irányba tett lépések voltak, tisztelt képviselő úr, hogyha van egy perce figyelni, akkor engedje meg, hogy azt az adatot idézzem önnek, hogy 2012 második negyedévében a 90 napon túl késedelmes hitelek állománya még 367 milliárd volt, addig 2018 második negyedévére ez az állomány 72 milliárdra csökkent, tehát erősen csökkenő tendenciáról van szó, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt 6 évben ötödére csökkent a késedelmes lakáshitelek állománya. Hogy máshonnan is megközelítsem ezt, a deviza hitelek aránya a 2010-es 70%-ról 1% alá csökkent. És azért mondom el ezeket, tisztelt képviselő úr, mert az ellenzéki pártok, bármit is állítson ön, ezt a küzdelmet egyáltalán nem támogatták. A deviza hitelek betiltását és a bankok általi egyoldalú kamatemelések korlátozását az MSZP például nem szavazta meg. Az önök szövetségeséről van szó. Az árfolyamgát bevezetését és ezzel a deviza hitelesek megsegítését nem támogatta szavazatával sem a Jobbik frakció, sem az MSZP, de ami az ön pártját illeti, önök nem szavazták meg az eszközkezelőt, a végtörlesztést és a forintosítást sem. Mint ahogy ez utóbbit egyetlen ellenzéki frakció sem. Szóval az ellenzéki pártok körében azért indokolt lenne némi óvatosság, amikor bárkit is számon kérnek az otthonteremtés és a hitelek ügyében. Ami a deviza hiteleken túli dolgokat is illeti, mert azt gondolom, hogy ez ön számára is fontos. A jelenlegi kormány volt az, amelyik az egyik eddigi legjelentősebb otthonteremtési programot indította el, és van egy filozófiai különbség a mi pártjaink között, mi a magántulajdont részesítjük előnyben, önök pedig bérlakásrendszerben gondolkodnak. Én minden esetre komoly eredménynek tartom, hogy a csokon és a kedvezményes hitelen, valamint a kedvezményes áfán alapuló otthonteremtési program eddig mintegy 80 ezer családnak segített, az ön felszólalásából mindez kimaradt. Hogy mindezt máshonnan is alátámasszam, mármint hogy a program eredményes, az elmúlt évben 30%-kal több lakás épülhetett, mint egy évvel korábban. Ez egy percig nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, hogy ne lenne még hátra teendő, sőt, ezért is gondolkozik a kormány azon, hogy hogyan lehetne tovább bővíteni ezt az otthonteremtési programot, például a vidéki településeken élő családok célzott támogatásával. Ez is ehhez kapcsolódik, képviselő úr. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka már gőzerővel zajlik, és várhatóan még az ősszel megszületnek a vonatkozó döntések. Tisztelt képviselő úr, nem biztos, hogy minden szakmai kérdésben egyetértünk, talán túlzó lenne ezt állítani. Nem is feltétlenül kell, hogy így legyen, de egy dologban biztosan nehezen áthidalható az ellentét közöttünk. Önök a választási kampányban belengedték, hogy megszüntetnék a jelenlegi otthonteremtési programot, azt a programot, amelyik arra hivatott, hogy felváltsa a deviza hitelezés időszakát, mi pedig foggal körömmel ragaszkodunk ehhez a programhoz. Úgyhogy azt tudom önnek elmondani, hogyha valóban fontos önöknek a magyarok lakhatása, az otthonteremtés, akkor nyugodtan hívjanak össze egy elnökségi ülést, vonják vissza ezt a javaslatot, nyugodtan vegyék fel ezt is diktafonnal, és hozzák nyilvánosságra. Köszönöm, hogy meghallgatott. Most a KDNP képviselője Vejke Imre következik. A Brüsszel-Strasbourg soros triumvirátus továbbra is ránk akarja erőszakolni bevándorláspárti politikáját címmel. Képviselő úr, a szó, parancsol. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Napjaink és az elmúlt évek nem másról szóltak, mint arról, hogy a Brüsszel-Strasbourg sorosféle kozmopolita triumvirátus egyre nagyobb nyomás alá helyezte és helyezi hazánkat annak érdekében, hogy ránk erőszakolja bevándorláspárti politikáját, ránk kényszerítse a migránsok befogadását, végül elvéve tőlünk a határvédelemhez való jogosultságunkat is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ők most ünnepelnek, mert a sargentini jelentésben a triumvirátus álláspontja győzött. Ők most ünnepelnek, mert azt hiszik, hogy a nyílt társadalmuk megvalósítása győzött az európai őshonos népekkel és nemzetekkel szemben. Azt hiszik, hogy győztek, és gyökereinket képező keresztény civilizációt el tudták pusztítani.
Azt hiszik, hogy megtörtek bennünket. Azonban tévedtek. Tévednek, mert nem győztek, mert még az atombombának minősített hetes cikkellyel sem törték meg a gerincünket. Mi továbbra is a magunk útját járjuk. A magunk útját, kitartva ezer éves nemzeti keresztény értékeink mellett, megvédve a szuverén Magyarországot, minden honpolgárával együtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne feledjék! A szabadságharcaink mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Most is ezért vívjuk a szabadságharcunkat, a BSS féle triumvirátussal szemben, mert ők el akarják venni tőlünk és a tagállamoktól a menedékkérelmek lefolytatásának a jogát, mert ők legalizálni akarják az Európa felé irányuló gazdasági bevándorlást, mert ők szervezett migrációs útvonalakat akarnak létrehozni, mert ők meg akarják szüntetni a büntethetőségét úgy az illegális határátlépésnek, mint az illegális migráció szervezésének. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A BSS féle triumvirátus még több pénzt és még nagyobb befolyást akar adni a bevándorlás szponzorálós szoros szervezeteknek. Erről szól az Európai Bizottság legújabb javaslata, és erről szól a brüsszeli migrációs biztos ENSZ-ben mondott beszéde, a Brüsszel által is támogatott ENSZ globális migrációs csomag és az Európa Parlament előtt fekvő bevándorláspárti javaslatok, valamint a soros hálózat által kiadott nyilatkozatok is. Ne feledjék! A brüsszeli bizottság migrációs biztosa az ENSZ közgyűlésén elmondott felszólalásában már arról beszélt, hogy azért akarják elvenni a tagállamoktól a határvédelmet, hogy aztán beengedjék a migránsokat. Dimitris Avramopoulos azért is arra is kitért, hogy szervezetté akarják tenni, legalizálni akarják a gazdasági migránsok beáramlását, továbbá sürgette az áttelepítési programok végrehajtását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ebből is látszik, hogy nem azért akarják elvenni a tagállamoktól a határvédelmet, hogy lezárják a határokat és megállítsák a migrációt, hanem éppen ellenkezőleg csak azért, hogy megnyissák a határokat a migráció előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A BSS féle triumvirátus tehát továbbra is azon dolgozik, hogy ránk kényszerítse bevándorláspárti politikáját. Ne engedjünk a kényszerítésnek. Ne hagyjuk, hogy a BSS zsarolja Magyarországot. Küzdjünk, mert rajtunk múlik. Lesz-e jövőnk, lesz a jövőben is nemzeti keresztény Magyarországunk, vagy csak egy romhalmaz áll majd a helyén. Legyünk bátrak, és álljunk ki a magyar és keresztény értékeink mellett. Ne feledjük Pál apostol rómaiakhoz írt levelében foglaltakat, 12-21, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Völner Pál államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Valamennyien jól emlékszünk 2015 tavaszi ülésszak elején, amikor miniszterelnök úr felszólalt itt a házban, és jelezte, hogy egy új népvándorlás készülődik az unió keleti határain, amelyre fel kell készülnünk, és amelyet a bevándorlásnak a negatív következményeitől meg kell óvni hazánkat, és meg kell óvni az uniót. Arra is emlékszünk, hogy majdhogy nem gúnykacaj fogadta az ellenzéki padsorokból ezt a jövőre vonatkozó prognózist. Azt mondták, hogy nincs is ilyen a levegőben, sőt ezt még a nyár folyamán is tagadták, amikor már a keleti pályaudvaron felsorakoztak a bevándorlók ezrei, akik mindenféle papírok legális határátlépés nélkül előzönlötték Magyarországot, Balkánt, és tovább vonultak Nyugat-Európa felé. Jól emlékszünk arra, hogy 2015 őszén
meghoztuk a határőrizetre vonatkozó törvénycsomagunkat, amelyel ismét illegálissá tettük a határátkelést, szabályoztuk, hogy hogyan lehet és milyen formában legálisan átkelni Magyarországon. Elkülönítettük a menekült ügyet a bevándorlástól, aminek az összemosása napjainkig zajlik az ellenzéki térfélen, illetve az ön által említett Brüsszel-Strasbourg soros szervezetek tengelyen, amely továbbra is rá akar bennünket kényszeríteni arra, hogy válogatás és mindenféle védelmi szempontok nélkül továbbra is befogadjuk, átengedjük ezeket a kontingenseket, akiket ők biztatnak fel ott a távoli országokban, egy tejjel mézzel folyó kánoán várja őket itt az unió területén, és jöjjenek minél többen. Nem tudhatjuk persze a mögöttes szándékaikat, nem tudhatjuk, hogy miért és milyen előnyöket remélnek konkrétan ezektől a mozgalmaktól, de azt láthatjuk, hogy az uniónak és Magyarországnak nem jó az, amit tesznek. Akár a terrorizmusról beszélünk, akár a bűnözésről, akár azokra a szociális vagy akár identitás problémákról, amelyeket okoznak, mind-mind veszélyt jelentek az európai és keresztény kultúrára. És mindemellett még a bűnbak szerepét is ránk akarják osztani. Közelmúltban is volt olyan európai államfő, aki azt mondta, hogy az volt a probléma, hogy Orbán Viktor nem védte meg időben a magyar határt. Én nem teljesen emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen kifogás felmerült volna ott 2015 nyomán, amikor a Willkommens kultúrt éppen ők hirdették meg Németországban. Utólag belemagyaráznak mindenféle hamis vádakat az akkor történtekbe, nagyon amnéziásak vagy szelektív az emlékezetük, megállapíthatjuk, ugyanis írásbeli dokumentumok vannak arról, hogy ki, mit és mikor mondott ebben az ügyben. Az is látható, hogy azok a jogszabálycsomagok, azok az intézkedések, amelyeket hoztunk, akár a határőrizetre vonatkozóan, amelyek most érnek a luxemburgi bíróság elé, miután a bizottság ezeket megtámadta, tehát továbbra is Brüsszel támadja a magyar határvédelmi intézkedéseket, vagy éppen gondolhatunk a stopsoros törvénycsomagra, amelyet a közelmúltban fogadtunk el, amelyben szintén kötelezettségszegési eljárást indítottak hazánk ellen, akkor láthatjuk, hogy nem adják fel, továbbra is erőltetik. Mindegy, hogy hányféle szólamon beszélnek és mikor mit mondanak, de a szándék mögötte mindig kitapintható és bizonyítható. Dimitris Avramopoulosnak a felszólalása egyértelműen bizonyítja, hogy valószínűleg a biztos úr nem magába gondolja így ezeket a migrációval kapcsolatos dolgokat. Látjuk Görögország hozzáállását is már kezdetektől, akik schengeni határt képeznek. Őket soha nem éri kritika, hogy nem védik a schengeni határokat. És megjegyzem egyébként, hogy 2015 nyarán is nem mi nem védtük meg a schengeni határokat, hanem Görögország. Ennek ellenére Görögországgal kapcsolatban nem hangzottak el ilyen kritikák, velünk kapcsolatban pedig folyamatosan. És az is látható, hogy valamennyi olyan intézkedésünk, ami mondjuk a soros hálózatoknak, szervezeteknek, ezeknek az NGO-knak a kétes tevékenységét bizonyítja, szűri, átláthatóvá akarja tenni, ugyanolyan támadásokban részesülnek a bizottság részéről. Gondoljunk itt a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényre, amely szintén kötelezettségszegési eljárás alatt van, és rekordidő alatt jutottunk el egyébként a luxemburgi bíróság elé. És hát látjuk azokat a képsorokat, amikor Juncker elnök úr, Soros György, vagy éppen Timmermans alelnök úr összeborulva zokognak ott Brüsszelben, vagy éppen örülnek egymásnak, és lehet, hogy arról is beszélnek, hogy hogyan lehetne Magyarországot betörni ebbe a sorba. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelt háza, felszólalók sorában utolsóként Kocsis Máté frakcióvezető, a Fidesz részéről aktuális kérdésekről mondja el hozzászólását, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Elindult az európai parlamenti kampány, és bár távolinak tűnik a jövő májusi időpont, de mégis mindennapjaink részét képezi. Nyitányának tekinthetjük az európai parlamentben elfogadott Sargentini jelentést. Azonban már a kampány elején minden európai polgár számára világos, hogy egy nagy tétű, nem kockáztatunk nagyot, ha azt mondjuk, hogy eddig a legnagyobb tétű, a legnagyobb téttel rendelkező európai parlamenti választás lesz. A kérdés az, hogy a bevándorlás párti vagy a bevándorlás ellenes erők lesznek többségben. Ma még a mostani lejárt szavatosságú európai parlamentben a bevándorlás párti képviselők vannak többségben, és mindent megtesznek azért, hogy minden lehetséges eszközzel megbüntessék vagy megbélyegezzék azokat,
akik az ő véleményükkel szemben állnak. Magyarország szemben áll, és bizony, tisztelt képviselőtársaim, nem a magyar kormány áll, nem pusztán a magyar kormány áll szemben, hanem a magyar választók többsége, a magyar választók többségének az akarata, amelyet több fórumon többször egyértelműen már kinyilvánítottak. A bevándorlás párti brüsszeli európai politikusok egyik utolsó kétségbeesett kísérlete volt, amikor az uniós migrációügyi biztos Dimitris Avramopoulos a múlt héten az ENSZ közgyűlésén egyértelművé tett három dolgot. Az első, hogy el akarják venni a tagállamoktól a határvédelmet, a második, hogy legalizálni akarják a migránsok beáramlását, a harmadik pedig sürgetik az áttelepítési programok végrehajtását. Ez már a sokadik politikai nyilatkozat, amely kétségkívülivé teszi számunkra, hogy mi is a valódi szándék. És bizony, a fejétől bűzlik a hal. Ez a fej pedig Brüsszel és annak politikai elitje. Az is mindenki számára világos, hogy ennek az elitnek a mecénása, ennek az elitnek a politikai, ideológiai alapöntője, az amerikai tőzsdespekuláns Soros György, aki hálózatán keresztül demokratikus legitimáció nélkül akar beavatkozni, nyomást gyakorolni azokra a tagállamokra, amelyek a terve útjában állnak, és amelyek nem akarnak lemondani a határőrizet jogáról. Az ellenzéki felháborodás nem mást jelent, mint hogy igazat mondunk. Tisztelt Országgyűlés! Ha már ellenzék, ezen érdekek mentén aktivizálódott a hazai Soros hálózat és a hazai ellenzék is. Belföldi politikai álmaikat még mindig külföldön dédelgetik, itthon pedig kampányblöffökkel terelik el a figyelmet a valódi európai vitáról. Soros portálok támadják a magyar miniszterelnököt egyszerű kampányblöffökkel. Tisztelt Országgyűlés! Ezen a héten szerdán az Országgyűlés elkezdi tárgyalni azt a határozatot, amely visszautasítja a hazug támadásokat, amely visszautasítja a valótlan állításokat, amelyet az Európai Parlament elfogadott. Az elfogadás körülményeiről mostán ne is ejtsünk szót. És visszautasítja a nemzeti szuverenitás talaján állva azt a szándékot, hogy elvonják Magyarországtól a határőrizet jogát. Újhely István szocialista képviselő úr jelezte európai parlamenti képviselőként, hogy uniós napirendként szeretné, ha tárgyalná az Országgyűlés ezt az országgyűlési határozatot. Innen üzenem újhelyi képviselő úrnak, hogy ennek az égvilágon semmi akadálya nincsen, támogatni fogjuk a kezdeményezését, már csak azért is, mert szeretnénk módot adni neki arra, hogy elmondja a Magyar Országgyűlésben, hogy miként változott meg 2015 és 2018 között az a véleménye, hogy semmilyen hetes cikkely szerinti eljárás nem támogat. Lehetőséget kell neki arra is biztosítani, hogy beszámoljon, hogy ez a véleményváltozás milyen háttérrel bír, és lehetőséget kell neki arra is biztosítani, hogy elmondja nekünk, hogy milyen megfontolásból szavazott Magyarország ellen, és milyen megfontolásból követett el morális értelemben mindenképpen hazaárulást. Újhelyi képviselő úrnak valószínűleg meg kell küzdenie majd az európai parlamenti listás helyéért, ezért, ha jól nézem, a legagresszívebb politikai támadástól sem riad vissza. Azt azonban szeretnénk világossá tenni számára is, hogy a magyar álláspontot a jövőben épp oly következetesen fogjuk nem csak Európában, de itt sajnos a magyar parlamentben is ezt kell tennünk képviselni, még Újhely Istvánnal szemben is, aki teljesen világosan Magyarország ellen adta le a voksát. Szeretettel várjuk őt is a szerdai vitában. Köszönöm, hogy meghallgatott. A kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban elindult a választási kampány, az európai parlamenti választási kampány, és ezt nem csak onnan tudjuk, hogy újra aktív Demszki Gábor, vagy újra az ellenzék vezére Gyurcsány Ferenc, hanem onnan is, hogy a korábbihoz hasonló nyomásgyakorlásnak van kitéve a kormány. És hogyha valaki arra keresi a választ, hogy a bevándorlást támogató európai erők milyen tervekkel vágnak neki az őszi szezonnak, akkor az a legjobb, hogyha megnézi, hogy az uniós migrációs biztos Avramopoulos úr mit mondott az ENSZ legutóbbi közgyűlésén az elmúlt napokban.
egyértelműen kiállt a migráció szükségessége mellett. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy a legális útvonalak fejlesztése elengedhetetlen eleme a kiegyensúlyozott és átfogó bevándorláspolitikának. Ezt ő mondta, nem mi mondjuk. Méltatta a betelepítési kvótákat is, és szólt arról, hogy a migrációra 2014 és 2020 között rendelkezésre álló forrásokat a menedékkérelmekre fordították, tehát nem a határvédelemre. Ezzel az állásfoglalással, az uniós biztos állásfoglalásával egy halom probléma van, és akkor még szépen fogalmaztunk. Kezdjük azzal, hogy a migrációs biztosnak semmiféle felhatalmazása nincsen arra, hogy az uniós tagállamok nevében ilyen kötelezettséget vállaljon. Mindenek előtt azért, mert a bizottság nem egyedüli döntéshozó, hanem végrehajtó szerv. Márpedig egy ilyen terv végrehajtására nem hatalmazták fel a tagországok. Másrészt pedig azért elfogadhatatlan ez az állásfoglalás, mert az uniós országok egyáltalán nincsenek egyetértésben azzal kapcsolatban, hogy akarnak-e kvótát. Magyarország például egyáltalán nem akar, a magyarok 98%-a ezt egyértelműen megüzente a népszavazáson. Egyébként a betelepítési kvóta nem csak a migrációs biztos állásfoglalásában bukkan fel, hanem az Európai Bizottság szeptember közepén írásban is közzétett állásfoglalásában is, tehát egy testületi álláspontról van szó. És az újra melegített betelepítési terveket valóban még súlyosabbá teszi, hogy amint azt az uniós csúcson is megerősítették, ki akarják venni a kezünkből a határvédelem jogát is. A legutóbbi csúcson nem sikerült, de ez nem jelenti azt, hogy a következő uniós csúcsokon ne próbálkoznának majd ezzel. És azt is tudjuk, minden súlyosbítandó, hogy a dublini reform álcája mögé bújva a menekült kérelmek elbírálásának jogát is ki akarják venni a tagországok kezéből, tehát annak a jogát, hogy mi dönthessük el, hogy ki a menekült és ki a gazdasági bevándorló. Most ilyen körülmények között feltehetjük azt a kérdést, hogy vajon miért akarják átvenni a határvédelmet, és miért akarnak további betelepítéseket. A migrációs biztos mondatai erre is választ adnak. Két héttel ezelőtt arról beszélt, hogy idézem, meg kell teremteni az eddigieknél sokkal kontrolláltabb és proaktívabb a tagállamok gazdasági szükségleteit szem előtt tartó munkaerő migrációt. Számukra tehát a migráció elsősorban gazdasági lehetőség és szükségszerűség. Nem akarják megállítani, azért nem akarják megállítani, mert jónak tartják, függetlenül attól, hogy milyen drámai módon rontja Európa biztonságát, és akkor a gazdasági következményekről még nem is beszéltünk. Az, amit most Brüsszelben képviselnek, az szembe megy minden olyan demokratikus alapelvvel, amelyre egyébként ők minden utcasarkon hivatkozni szoktak. Mert nagyon jól tudják, hogy az európai állampolgárok 70%-a ellenzi azt, ami most történik, ellenzi az illegális bevándorlást, de csak azért is erőltetik ezeket a terveket. Mégpedig azért, mert tudják, hogy a jövő évi európai parlamenti választás után lehet, hogy már nem lesz lehetőségük arra, hogy ezeket végrehajtsák. Hogyha egyébként azt gondolják, hogy a jövő évi választás irányváltást hozhat, akkor jól gondolják. Ebben az egyben egyetértünk. De soha nem volt még ilyen jelentőségű európai választás, és a politikai tájképet nézve nem csak a magyarok, hanem az európai állampolgárok is nagyon jól tudják ezt. Jövő májusban az önfeladást jelentő nyílt társadalom és a biztonságot garantáló kereszténydemokrata alapokon álló Európa alternatívái között kell majd választanunk. Nem is lehet kérdés, hogy a mi politikai közösségünk hol áll, melyik oldalon áll ebben a küzdelemben. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólások végére értünk, felkérem Hiszekeny Dezső edző urat, hogy ismertesse a további napirenden kívüli felszólalókat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Szabó Szabolcs, LMP, Fényesi Zoltán, Fidesz, Ungár Péter, LMP, Dúró Dóra, Független, Hegedűs Lórántné, Jobbik, Lukács László György, Jobbik, Ander Balázs, Jobbik, Brenner Koloman, Jobbik, Z. Kárpát Dániel, Jobbik, Hajdú László, DK. A keddi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők. Székely Sándor, DK, Szabó Sándor, MSZP, Tordai Bence, Párbeszéd, Ander Balázs, Jobbik, Szabó Szabolcs, LMP, Harrak Péter, KDNP, Hubai György, Fidesz. A keddi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ungár Péter, LMP, Z. Kárpát Dániel, Jobbik, Varga Dam Andrea, Jobbik,
Bányai Gábor, Fidesz. A szerdai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ungár Péter, LMP, Z. Kárpát Dániel, Jobbik. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előteresztett javaslat alapján döntünk. Most a napirend módosítására tett indítványokról döntünk. Az MSZP képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló H.P.R. 1487-es számú határozati javaslatot az Országgyűlés Európai Uniós kérdéssel összefüggő napirendi pontként tárgyalja. Aki ezzel egyetért, kérem készfelvonással szavazom. Megállapítom, hogy a ház látható többsége a javaslatot elfogadta. Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja a napirendi ajánlást. Kérem, szintén készfelvonással szavazzák. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány alapján most előterjesztés bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkérje a kijelölt gazdasági bizottságot az Atomenergia 2016. évi hazai alkalmazásának biztonságáról című B.P.R. 1655-ös számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 121 igen szavazattal, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül a kijelölt bizottságot a határozott hozatalra felkérte. Soron következik a bizottsági tisztségviselők és tagok megválasztása. Felkérem Szűcs Lajos edző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett Esper 1747-es számú személyi javaslat tartalmát. Szűcs Lajosnak kérném a hangot. Első pont, az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018 5. hó 8-ai országgyűlési határozat második pontja a következők szerint módosul. Az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottságba dr. Harangozó Tamás MSZP helyett dr. Varga Lászlót MSZP a bizottság alelnökévé, dr. Harangozó Tamás MSZP helyett Molnár Gyulát MSZP a bizottság tagjává megválasztja. Kettes pont, ez a határozat az elfogadáskor lép hatályba. Budapest 2018. október 1. Kövér László. Tisztelt Országgyűlés, most határozathozatal következik ismét. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja az Esper 1747-es számú személyi javaslatot. Kérem, szavazzanak. A ház a személyi javaslatot 172 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Most tisztelt képviselőtársaim, 14 óra 20 perckor áttérünk az interpellációk és azonnali kérdések tárgyalására. Hegedűs Lórántné, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Mi lesz veled Budapest címmel? Képviselőasszony, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr. Az önkormányzati választások közeledtével egyre többet hallani arról, hogy a kormányzat alapjaiban kívánja átalakítani a helyhatósági rendszer. Az, hogy a kisebb települések esetén erőteljes összevonások lesznek, és ezzel együtt leépítések is, már régi hír. És ezt látjuk is lépésről lépésre megvalósulni. Itt legfeljebb már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy lassú kivéreztetéssel, vagy a törvény erejénél fogva számolják fel majd az apró falvakat. Az azonban, hogy Budapest önkormányzatiságának sorsa is véglegesen megpecsételődik, csak mostanában lett nyilvánvaló. Információink szerint gyakorlatilag minden néven nevezendő feladatot, illetve az azokat ellátó cégeket államosítanák. Az olyan közszolgáltatásokat, mint a közterületfenntartás, a víz- és csatornaszolgáltatás vagy a temetkezés mind-mind egy nagy állami holding részévé tennék.
De a hív után a BKV is államivá válna, ahogy a közlekedés szervezés, vagy a parkolás is. A központosítás mindent elnyelni kívánó igénye persze már a Fidesz alkotta önkormányzati törvény szellemiségéből is következik. Ezek a tervek tehát egyáltalában nem meglepőek. Mint ahogy az sem, hogy egy összetett rendszer hatékony működtetését csak az államosítás útján tudja elképzelni a kormányzat, ami lássuk be, komoly szegénységi bizonyítvány. Ugyanakkor különösen káros az, amit a Fidesz az úgynevezett kiemelkedően fontos közérdekű tevékenységek, és azon belül a kiemelt budapesti fejlesztése kapcsán tesz. Egy nemrégiben elfogadott törvény szerint a kormány által meghatározott építési paraméterekkel és hatósági eljárással egy központi tervhivatal gondozásában kijelölt építtetővel és vagyonkezelővel valósulhatnak meg majd az ingatlan fejlesztések. Amit eddig csak kirívó túlkapásnak gondolhattunk, egyes nagy budapesti beruházások kapcsán az most egy rendszerré vált. És ahogy ezt már megszokhattuk, a párt állam irányításában megvalósított építkezések legfőbb jellemzője a tervezethez képest indokolatlanul megnövekvő, sokszoros kivitelezési költségek, azaz nemes egyszerűséggel a korrupció. Tisztelt államtitkár úr, a Kárpát-medence központjának, nemzetünk fővárosának sorsa iránymutató az egész ország jövője számára. Kérem tehát, nyilatkozzon, hogy milyen központosítási tervei vannak a kormányzatnak Budapesttel kapcsolatban. Lesz-e még érdemi tartalma az önkormányzati önrendelkezésnek? Várom megtisztelő válaszát. Válaszolásra Orbán Balázs államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Viszonylag új vagyok ebben a székben, úgyhogy kérem engedje meg, hogy egy általános megjegyzéssel kezdjem. Van egy mondás, hogy érted aggódom, nem pedig ellened. És a Jobbik felszólalásait hallgatva nekem mindig ennek éppen az ellenkezője jut eszembe. Tehát önök, amikor egészségügyről beszélnek, akkor ezt egy olyan képviselő teszi, akik az orvosoknak a külföldi munkavállalását segíti elő. Amikor önök antiszemitizmusról és rasszizmusról beszélnek, akkor azt olyan képviselők teszik, akiknek pontosan ilyen megjegyzéseik voltak a jövőben. Amikor pedig önök oligarcha ügyekről beszélnek, akkor ezt egy olyan párt képviselőjéként teszik, akiket foglyul ejtett egy oligarcha a saját bevallásuk szerint is. És ugyanez a helyzet önkormányzati ügyekben is. Önök úgy beszélnek és úgy lépnek fel az önkormányzati szektor szakértőjeként, hogy tulajdonképpen a magyar emberek önöket városvezetőként, illetve az önkormányzati rendszerben felelős pozíciót betöltőként nem várják el. Tehát ugye ennek legutóbbi jele a tiszavasvári úgynevezett Jobbik fővárosnak az elvesztése az időközi önkormányzati választásokon. És ezt az általános megjegyzést én azért tartottam fontosnak elmondani, mert én ebből vezetem le azt, hogy önök miért aggódnak látszólagos módon állandóan az önkormányzatiságért. Miért folytatják azt a dezinformációs kampányt, amelyik az önkormányzatiság elvesztéséről szól, és ezzel vádolja a kormányt. Ugye miközben a kormány egyébként rengeteget tett 2010 óta az önkormányzatiság, a méltó önkormányzatiság megerősítéséért. Éppen az Orbán kormány volt az, aki több mint 2000 települést megszabadított, több mint 1500 milliárdos önkormányzati adósságállománytól, és a legkisebb településeken élőknek segített ez a legtöbbet, illetőleg a legkisebb önkormányzatokat tudta kirántani a bajból. De ugyanez van a nagyobb településekkel kapcsolatban is, ott is ugyanez a dezinformációs kampány folyik az önök hathatós részvételével. Miközben mi annyit csinálunk, hogy elindítunk egy modern városok nevezetű programot, aminek az a lényege, hogy 3500 milliárd forintot döntően hazai költségvetés, hazai forrásokból tegyünk bele az önkormányzatok és a nagyobb települések fejlesztésébe, és ugyanennek a logikának a mentén indítunk el egy úgynevezett modern falvak programot is, az jövő évi általános költségvetési tartalék terhére, aminek képpen az az értelme, hogy a legkisebb települések élők is megélhessék az önkormányzatisághoz fűződő jogot, valóban ne úgy élhessék meg azt, ahogyan az 2010 előtt történt. És hogyha Budapestről beszélünk, akkor ne legyünk azért
álszentek. Budapest fejlesztése a kormány, a végrehajtó hatalom és az önkormányzat együttműködése nélkül nem valósulhat meg. Ezt tanítja nekünk a történelem is. Minden nagy budapesti fejlesztés, a folyamszabályozás, a hidak, a pályaudvarok építése, a parlament, a múzeumok, illetőleg a közútfejlesztések is mind az állam és az önkormányzat közötti partnerségben valósultak meg. Ennek a partnerségnek a feltételeit mi voltunk egyedül képesek biztosítani, és az új 2018 áprilisi választások követően felállt Orbán kormány éppen ezért hoz létre egy dedikált szervezeti egységet, az önkormányzat, Budapest fővárosa és az állam közötti együttműködés, partnerség és fejlesztési megállapodásoknak a kezelésre. Úgyhogy éppen ezért azt szeretném öntől kérni, és a Jobbiktól is kérni, hogy ne Budapest ellen, hanem Budapestért aggódjanak, de ezt az ilyen típusú dezinformációs kampányokra épülő felszólalásokra nem lehet megtenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszont választom, megadom ismét a szót képviselőasszonynak, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, tudja, nekem az a benyomásom, hogy amikor önök válaszolnak, vagy valamit mondanak válaszként egy feltett kérdésre, akkor mindig csak azért szólalnak meg, hogy ne konkrét válaszokat adjanak, hanem beszéljenek tücsök, bogár, mindenféléről, csak éppen ne a konkrét ügyről, amit önök elé tettünk, és ami kapcsán választ várunk. Megtisztelt volna, és a budapestieket is megtisztelte volna, ha nyílt, egyenes választ adott volna. De tudja, mit államtitkár úr, nyilván nem meri megtenni, mert az, amit elmondtam, az az utolsó szóig igaz. Valószínűleg tényleg államosítani akarják az összes közfeladatot, az összes olyan közfeladatot ellátó nagy céget, ami jelenleg még önkormányzati tulajdonban van. Valószínűleg tovább akarnak központosítani, és valószínűleg az összes nagy budapesti beruházás kapcsán megjelent eddigi projektlista csak egy fedőterv, egy fedősztori azért, hogy a korrupciójukat tovább tudják folytatni. Nem fogadom el a választ. Köszönöm. Kérdezem a tisztelt házat, elfogadja államtitkár úr válaszát, kérem szavazzanak. A ház a válasz 117 igen szavazattal, 50 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta. Tóth Csaba, az MSZP képviselője interpelációt nyújtott be az agrárminiszterhez. Mit kíván tenni a légtér zaj csökkentése érdekében címmel? Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt a le- és felszálló repülőgépek zajára panaszkodó zuglói lakosok száma. A kerület több pontján 4-500 méter magasan a lakóövezet felett elhúzó gépek megkeserítik az ott élő emberek életét. Sokan panaszkodnak arra, hogy reggel 6 óra előtt már a zajra ébrednek, és este 23 óra után sem tudnak még aludni miatta. Kaptam olyan levelet is, amelyben az ott lakó felháborodottan mesélte, hogy reggel 6 és déli 12 óra között 42 repülőgépet számolt meg, ami a lakása felett elrepült. A Hungarokontroll ZRT tájékoztatása szerint a törvényes és a biztonságos légiközlekedés biztosítása érdekében új műszeres szabványindulási eljárásokat dolgoztak ki, ezek léptek életbe augusztus 16-án. Az új navigációs követelményrendszer pontosabb nyomvonaltartást eredményez, ennek köszönhetően Budapesten és környékén összességében csökken a zajjal érintett területrészek nagysága. Ezzel szemben az az igazság, hogy a kerület egyes részein sokkal nagyobb lett a zajterhelés. Az Agrárminisztérium honlapján található Budapest-Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve 2013 és 2020 közötti időszakra az alábbi megállapításokat teszi. Az utasforgalom 5%-os csökkenéssel a 2006-os, a repülőgép mozgások száma pedig 21%-os csökkenéssel a 2003-as szintre esett vissza. A gépmozgások jelentős növekedésére az elkövetkezendő években sem számíthatunk. A jelenlegi előrejelzések alapján a Liszt-Ferenc repülőtér légijármű forgalma még évekig alatta marad az ajtérképezés során vizsgált 2011-es év gépmozgás számának, következésképpen az elkövetkezendő években az ajterhelés, ebből következően az érintettek száma is kisebb lesz, mint 2011-ben. A 2013-ban készült jelentés előrejelzéseiről mára kiderült, hogy tévesek, ezt támasztja alá a Hungarokontroll ZRT 2018. augusztus elején kiadott közleménye is.
Ebből egyértelműen látszik, hogy kétszer akkora volt júliusban az átrepülő légiforgalom Magyarország fölött, mint az előre jelzett. A budapesti repülőtér forgalma hosszú idő után először haladta meg a 11 000 gépmozgást, és a legfrissebb előrejelzések is azt mutatják, hogy ez év végéig minden hónapban kétszámjegyű növekedés várható az érkező és az induló gépek forgalmában. A repülőtéri fejlesztések és a járathálózat sűrítések is ezt támasztják alá. Budapest felett északnyugati az uralkodó széljárás, ezért a repülőtérről induló járatok 70%-a északnyugati irányba, azaz Pest felé, 30%-a pedig délkeleti irányba Üllő és Vecsés felé száll fel. Az uralkodó széljárás és a repülőtér adottsága miatt a repülőgépek jelentős része így nem tudja kikerülni jelenleg Zuglót. Fentiekre tekintettel kérdezem államtitkár urat. Milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a légtérzaj Zuglóban, ami az itt élő emberek nyugalmát és egészségét veszélyezteti? Várom válaszát. Köszönöm, elnök úr. Farkas Sándor államtitkár úr, a szó, parancsoljon. Államtitkár úr, egy pillanat, Farkas Sándor államtitkár úrnak a mikrofonját legyen szíves bekapcsolni. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér működése gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír hazánkban. Több ezer munkahelyet biztosít, növeli az ország versenyképességét, azonban az elhelyezkedéséből fakadó érdekellentétek miatt több problémával is szembe kell néznünk. A negatív hatások közül kiemelkedik a repülőtér környezetét érintő repülési zaj. A repülőtér elhelyezkedéséből futópályáinak és az uralkodó szélirányhoz igazodó tájolásából adódóan a légiforgalom zaja elkerülhetetlenül terheli a főváros és a környező települések lakóterületeit. Ma már nincs olyan összefüggő, lakatlan területsáv, amely lehetővé tenni, hogy a légijárművek végig lakatlan vagy ritkán lakott területek felett közelítsék meg, illetve hagyják el a repülőtér kifutó pályáit. A légiforgalmi útvonalak és az alkalmazott repüléstechnikai eljárások szigorú nemzetközi és hazai előírások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A légiközlekedési szakmai szervezetek arra törekszenek, hogy a zajterhelés a lehető legkevesebb lakost érintsen, és a repülőgépek zaja a lehető legkisebb zavarást eredményezze. 2018. augusztus 16-án módosultak a repülőtér felszállási eljárásai, hogy maradéktalanul kielégítsék a hatályos jogszabályi előírásait, továbbá, hogy a repülőtér kapacitásának fenntartása mellett garantálni tudják a megkívánt repülésbiztonsági szint fenntartását. A bevezetés előtt a Hungarokontroll ZRT több lakossági érintettség és zajterhelési vizsgálatot készített. Az eredmények alapján a bevezetett felszállási eljárások az érintett területeken összességében egyaránt eredményeztek pozitív és csekély mértékű negatív zajterhelési változást. A felszállási eljárások nyomvonalának módosítása következtében a felszálló repülőgépek repülési útvonala jelentősen távolabb került a 16. kerület déli határától, ennek következtében az Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökör területének érintettsége csökkent. A felszállási eljárások módosítása a zajterhelés megváltozását eredményezi ugyan, a zajterhelés azonban a független szakértő által végzett zajterhelési vizsgálat szerint sehol sem éri el a zajgátló védővezet újra kijelölésének kritériumaként megjelölt 3 decibeles változást. Ezen túlmenően jelezni szeretném, hogy a képviselő úr által hivatkozott 2018. júliusi átrepülő forgalom adat növekedés semmilyen módon nem érintheti a főváros lakosságát, mivel ezen légijárművek jellemzően 10-11 ezer méteres magasságban haladnak el a felszín felett. A légiközlekedési eljárások elegendőek ugyan az alapértékek betartásához, a zavarmentes környezet biztosítása azonban nem lehetséges. Minden jó szándék és intézkedés ellenére továbbra is lesznek olyan területek, melyek lakosait közvetlenül érinteni fogja a légiközlekedési zaj.
A kormány a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy a repülésből adódó zajterhelés a lehető legkisebb mértékben érintse a repülőtér környezetében élő lakosságot. Törekszünk a zavaró légiközlekedési zaj csökkentésére, keressük az újabb megoldásokat, folyamatosan vizsgáljuk a jogszabályi környezetet, és az amennyiben szükséges, megtesszük a módosításra irányuló intézkedésüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem a válaszom elfogadását. Ismét képviselő úr, a szó. Kérdezem, elfogadja államtitkár úr válaszát. Szépen, elnök úr. A tisztelt államtitkár úr, válasza egyáltalán nem nyugtatja meg a légtérzajtól szenvedő zugló embereket, de ugyanúgy nem nyugtatja meg a 10., a 13., a 16., a 17. vagy a 18. kerületben élő, a zajt elviselni kénytelen lakosokat sem. És még egy nagyon fontos szempontra szeretném a figyelmét felhívni. Az év elején jelent meg egy brit kutatás eredménye, amelyet a londoni Heathrow repülőtér környékén lakó emberek között végeztek. Megállapították, hogy a repülőgépek keltette zaj 10-20%-kal növeli az agyi érkatasztrófa és a szívbetegségek kockázatát. Az adatok szerint minden 10 decibeles zajszint emelkedés 3,5%-kal növeli a szív- és érrendszeri kórházi kezelések számát. Miután semmilyen konkrét javaslatot nem hallottunk öntől, államtitkárul, a probléma megoldása, ezt a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem a tisztelt házat, elfogadják-e a választ? Kérem, szavazzanak. A ház a választ 115 igen szavazattal, 42 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta. Vadai Ágnes, a DK képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez. Kaspersky lab már nincs, de orosz titkosszolgálati vezető családja még igen, címmel. Képviselő, azt mondja a szó. Köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Fél és év sem telt el azóta, hogy ebben a házban arról beszéltem önöknek, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent a moszkvai székhelyű Kaspersky lab vírusírtójának használata az állami gépeken. Önök tagadtak, mentegetőztek, elmúlt 8 éveztek, aztán 2 hónappal később csendben kiadtak egy kormányrendeletet a Kaspersky szoftverének állami gépeken való betiltásáról. Na ugye, ahogy mondani szokás. Ezzel persze nem ért véget a bimbózó NASZ, az orbáni lúzer kormány és a putyini Oroszország között. Az Orbán rendszer letelepedési kötvényét ugyanis a hírek szerint nem csak a szír diktátor pénzembere, vagy az illegális...